Még tart a vaddisznok ellési időszaka, ezért óvatosságra inti a túrázókat az Agrárminisztérium. A szakértők azt tanácsolják, hogy amennyiben kirándulni megyünk, feltétlenül maradjunk a kijelölt túraútvonalakon, és ha a kutyánk is velünk tart, akkor mindenképpen tartsuk pórázon. Egész évben találkozhatunk vadmalacokkal, de a tavasz és a nyári időszak elején a leggyakoribb az előfordulásuk. Emlékeztetett Gál Sándor az a érti kerület vezető erdésze. A szakember azt is elmondta, hogy a vaddisznók alapvetően félős állatok, de a veszélyben érzik utódjaikat, akkor hajlamosak támadólag fellépni az emberrel szemben. Leginkább csak akkor, hogyha tényleg veszélybe kerül a malac. Emiatt uh, célszerű elkerülni. Uh, Úgyhogy ha észreveszünk, hogy mozdul a vaddisznó, és nem tudjuk, hogy egyedül van-e, vagy, vagy veszélyeztet-e bennünket, akkor onnan óvatosan el kell hátrálni. A vaddisznók a sűrű, mozótos területeket szeretik, ezért a szakemberek azt tanácsolják, hogy mindig maradjunk a kijelölt turista útvonalakon. Azt is hozzá kell tenni, hogy a vadakkal csak akkor tudunk találkozni, hogyha csendben megyünk, kis csoportban megyünk, mert alapvetően a vadak az embertől tartanak, félnek ösztönösen, és kerülik a találkozást. Fontos tanácsként még azt is hozzátették a szakértők, hogy a kirándulók sötétedés előtt mindenképpen hagyják el az erdőt.